Szerda délután van, készül a címlap, órák kérdése és megy az újság Pozsonyba a nyomdába. Általában interjú kerül a címlapra, de a 36 oldalon sok minden elfér. Például riportok, mi tényleg oda megyünk, ahol az események történnek. És publicisztikák, nem félünk a vitáktól és a bátor kijelentésektől. A hang.hu oldalon közben folyamatosan és gyorsan reagálunk az eseményekre. De több lábon kell állni, és a könyvkiadás már most egy sikertörténet. Legtöbb emberhez a műsorainkon keresztül jutunk el. Havi nézettségünk már átlépte az 1 milliót. Most épp a friss kultúrtáj készül, de összességében már heti 6 adással jelentkezünk. Köszönjük, hogy támogat minket és teszi alapot. Tisztelettel köszöntöm Önöket. Azon gondolkodtam, amikor ezt a Csepeli iskoláról, arról a Csepeli iskoláról olvastam, ahol ugye az Orbán idézetek megtalálhatók, hogy ugye olyan egyenes úton megyünk Észak-Korea felé, de még Ruszin Szendi Romuluszt nem lőtték ki tankkal, vagy ugye ilyen távolsági rakétával, mint azt Észak-Koreában csinálták. De ugye amikor a honvédelmi minisztert leváltották egyik pillanatról a másikra, de már nem vagyunk tőle messze, hogyha ezt a Orbán idézetet nézzük. Hát beszéljünk erről, meg sok mindenről, Pesti Lászlóról, az 56-os tankönyvről, meglátjuk, mire lesz idő. Csintalan Sándorral. Dévényi Istvánnal. Üdvözletem. Újra köztünk Konok Péter. Jó estét kívánok. És megint köztünk Puzsér Róbert. Jó estét. No hát nem derült ki, hogy kitette ki az idézeteket, és a Fideszt is megosztja ez a szerintem elég ízléstelen dolog. Ugye van, aki pont Németh Szilárd ellenlábasa, mert ugye Csepelen ott a Fideszben van egy kis pitty-putty. Ő például azt mondta, miért, hogyha Kossuth Lajost, meg nem tudom én kit még idézni lehet, akkor Orbán Viktort is lehet idézni. Csak nekem jutott eszembe Észak-Korea, vagy másnak is, gyerekek? Én azon gondolkodtam, hogy így kérdezted itt a műsor előtt, hogy hívták az előző hadügyminisztert, hogy mire fogod ezt felhasználni, most már tudom. Ja. Ugye nevekben nem vagyok erős, hát ez, hogy Szendi, Ruszin Szendi Romulus. Még egyszer próbáld meg a műsor végéig, hogy megvan. Ne, Észak-Korea nem jutott eszembe, Magyarország. Van állandóan az eszembe, hogy nagyképűen fogalmazok, és valami orbánizmust is előadjak itt. Ennyi jutott eszembe. Ezek a mozaikok, ezek úgy illeszkednek egymáshoz, mint egy nagy-nagy freskó készülő darabjai, aminek az összes lényege, eleme ott van. A fizikai erőszak még nem, de hát egy olyan országban, ahol ugye a ház elnöke Jézust ölők szellemi utódairól beszél. Konkrétan elővette a legdurvább antiszemita toposzt, ami évszázadok óta az európai történelemhez mindenképpen hozzátartozik. Azon kívül meg a... Nem tudok már jobb kifejezést használni, mert... Ott tart a magyar parlament, hogy majd 4/5 szélső jobb, a szélső jobbon belül a nácik meg az ő hazájuk, ott pedig az ember, aki ott a pártjuknak az élén áll, végső megoldásról derül áll. Na most az a helyzet, hogy egyelőre csak szavakon lovagolunk, és lehet, hogy vannak, akik unják, meg elegük van, hogy ezt állandóan emlegeti az ember, de tessék tudomásul venni, hogy ez a valóságnak
egy darabja, és ez a valóság durvul, és durvulni fog. Azzal párhuzamosan, vagy azzal egyetemben, hogy nehezednek belül a gazdasági, szociális viszonyok. Nem Észak-Korea jut nekem eszembe erről. Nekem már ezért jutott eszembe róla a szocialista szellem vasútja, ugye a tanúból, és igazából azon filóztam, hogy majd egyszer ezek lehet, hogy eltűnnek a francba, vagy tényleg ilyen kis barna maszatos lábjegyzet lesznek egy történelemkönyvnek az alján, hogy meg kéne csinálni, fel kéne majd építeni egy kicsit a Szoborpark mintájára a hülye idézetek épületét. Tehát lehetne ez valami hatalmas, nagy, ilyen csodálatos sok pénzt lehetne egyébként nyerni a megépítésén, ahova kiraknák ezeket. Mert most így elolvastam, ugye tudom, már volt ez, mert az Orbán tükrében, ugye nem a tükröm, mondd meg nékem, ott nem a tükör szól vissza, hogy te vagy a legszebb, hanem ez a saját idézetét nézi vissza reggelenként, még mindig jobb lenne. Tehát így igazából megértem, mert hogyha reggel belepillantanék a tükröm, és Orbán Viktor nézne rám vissza, akkor nagyon szarul érezném magam. De hogy ezek a szövegek, ezeket ki írja? Ezeket honnan veszik? Tehát ott van ez a mondat, ugye szerencsétlen gyerekek reggel majd ezzel fognak, szerintem jókat fognak röhögni rajta, én is minden hülye feliratot láttam az iskolába, bár azért ennyire hülyéket nem. De mondjuk ez a minden magyar gyermek egy őrhely. Most ez azon kívül, hogy Paulo Coelho tényleg Szálasi Ferenccel párosodott, és abból jött ki ez az egész, azon kívül mi a büdös francot jelent? Világos, tehát, hogy mit jelent. Én érteni vélem, hogy mit jelent. Azt jelenti, hogy a gyerek születése nem magánügy. Nem magadnak csinálod a gyereket, meg nem az asszonyodnak, meg a családodnak csinálod a gyereket, hanem Orbán Viktornak, hogy Orbán Viktornak, meg az ő oligarcháinak a rendszerét hogy Orbán őrizze. A gyereket csinálok, őrizze. Ez de igen, és az a hazát jelenti, és ez egyet jelent a hazával. Tehát azt, hogy te a hazának szülöd a gyereket, az azt jelenti, hogy Orbán Viktornak, mert Orbán Viktor kvázi a haza, ő személyesíti meg a hazát. Ez azt jelenti, hogy a magyar embereknek nem is kell lázadniuk, mert a lázadási energiáik el vannak csatornázva Orbán Viktoron keresztül Brüsszel felé. Jó, várjál, de ezzel most elmondtad a kettőből a Szálasi Ferencet, akkor most magyarázd meg a Paulo Coelhót, tehát miért kell ezt ilyen stílusban előadni? Mert ezt simán, ezt megírta azért. Kövér László elmondta, szüljetek nekünk asszonyok unokákat. Tehát így... direkt, de pacekba is lehet. Ez arról szól, hogy nincs magán élet és nincs magán ügy, hanem a politika az utánad jön a magánéletedbe, a családodba, a hálószobádba. Várjál, akkor most már értem a másik mondatot, ami ott szerepel, ez a egyetlen magyar sincs egyedül. Tehát akkor ez a titkosszolgálatok jelszava. Az egyetlen magyar sincs egyedül, az különösen sajátosan hangzik, Európa a legindividualistább, legkevésbé szolidáris országában, ahol nem zajlott értelmezhető sztrájk 30 év alatt. Ahol az állam következmények nélkül foglalhatta le a magánnyugdíjakat. És senki nem tiltakozott, és senki Magyarországon senkiért kockázatot nem vállal. És ebben az országban, mert ezek mézédes hazugságok, hogy senki nincsen Magyarországon egyedül, épp ellenkezőleg. Ezek aféle orwelli hazugságok. Pont az ellenkezőjét kell mondani annak, ami a valóság, és azt fogja a legszívesebben hallani a magyar ember, mert ezekkel a tényekkel, azzal, hogy legkevésbé szolidáris Európában, azzal, hogy nincs semmiféle felelősségérzete a közösségért, semmiféle felelősségérzete a másik magyarért, ezekkel azért nem olyan könnyű együtt élni. Szerintem egyébként ez egy szintiszta rákosista gesztus. De ez nem gondolom, hogy föntről jött. Hogy föntről jön a megrendelés erre vonatkozóan, hanem itt valamelyik csepeli elvtárs be akart nyalni a rendszernek, meg akarta gyorsítani az útját felfelé a ranglétrán. Ezen a hatalmi piramison, amiről a Tölgyesi Péter szokott beszélni. Akkor miért nem tudjuk, hogy ki volt Robi? Mert nem sült el jól a dolog, és most már kínos. És amiben ő bízott, most attól tartania kell. És egyébként az is benne abban van, bízott, hogy ez majd segíti az ő karrierjét, és kiderül, most abban bízik, hogy ez hátráltatná az ő karrierjét, tehát nehogy kiderüljön. Hogy ez ő... De akkor nem érti a NER-t, tehát akkor neki ne legyen NER karrierje, nem? Hát a NER azt jelenti, hogy ha csináltunk egy hülyeséget, kiderül, nagyon nagy hülyeség, meghosszabbítjuk bicskéig. Tehát, hogy igazából ő csak nyerhetett ezen, mert ha jól sül el, akkor beindul a karrierje, ha szarul sül el, még jobban beindul a karrierje. Nem, ez mindig csak utólag derül ki, hogy ha valami működik, akkor azt meghosszabbítjuk bicskéig természetesen. Hogyha valami nem működik...
Nem, az üres kis, nem, ez az üres kisvasútnak az nem a nem működikre vonatkozik, hogy meghosszabbítjuk Bicskei. Dehogy nem, az üres kisvasút. És Epét Okádnak a Lipsik, akkor meghosszabbítjuk hát, Bicskei. Ha nem működik, például Netadó, az egy olyan nem működik pillanat volt, nem hosszabbították. Ó, de Bicskei. Akkor még nagyon gyerekcipőben jártam el. Tehát az még nem tudta. Hogy... Valójában arról van szó, hogy... Itt a rendszer minden egyes szintjének fel van kínálva, hogy találd ki, hogy mit várnak tőled odafönt. És ha jól vagy találékony, ügyesen vagy találékony, akkor előre léphetsz a hierarchiában, de hogyha ügyetlenül, rosszul hazárdírozol, akkor meg visszarugdosunk még lejjebb, mint ahonnan próbáltál fölkapaszkodni. Itt azért vannak olyan idézetek, amiket érdemes ízlelgetni egy kicsit. Ezek között ugye a Magyarország 7 törvénye. Hiszen Orbán Viktor száját elhagyta, tehát nyilván Magyarországnak ez a 7 törvénye, hisz valamiféle beszédében 2020-ban ezt mondta. Ezt már gyerekkoromban tudtam, a habci, a kuka, a vidor, a törpéje. Az igazság erő nélkül keveset ér. Hát a keresztet cipelő Jézus Krisztus fülébe lehetett volna ezt sugni, nem? Nem? Az nem, az keveset ér. Az úgy keveset ér. Lám! Váltsd meg magad, varázsló, ha tudod. Mert az erő nélkül, hát nem lenne, valamit elbasztál, öreg. Ugye? Ugye? Minden mérkőzés addig tart, amíg meg nem nyerjük. Ki beszél így? Hát az, aki megbundázta a meccset, bassza meg. Az beszél így. Minden meccs addig tart, amíg meg nem nyerjük. Ez azt jelenti, hogy menjetek, fiúk, semmi gond nincsen, a bíró a zsebünkben van, addig fog tartani a meccs, amíg meg nem nyerjük. Ez a mondás, hogy addig tart, tehát, hogy itt az is látszik, hogy majd én kifeszítem az értelmezési kereteket akkorára, hogy abban mi nyerjünk. És hogyha vesztünk, akkor is nyerünk. Ha leszakad Kelet-Magyarország, akkor is nyerünk. Hogyha lerohad az egészségügyi rendszer, akkor is nyerünk. Meg hogyha az nem lesz tanár az iskolákban, mi akkor is nyerünk. Miért nem ez történik? Mert pontosan ez történik, mert egy olyan mintát fogunk venni, és egy olyan értelmezési keretet fogunk adni a nyerésnek és a vesztésnek, amin belül mi jól jövünk ki. És azt majd, hogy az értelmezési keretet meghatározzuk, rábízom Rogán Antalra, meg az ő minisztériumára, és ő el fogja ezt végezni. És akkor mindenki büszke lehet, de azon a kereten belül kell a sikert és a kudarcot értelmezni, amit mi körülírunk, és amit meghatározunk annak. De igazából, szóval, amit elmondasz, az nem más, mint a posztmodern politika foglalata. Tehát ezt ők a maguk módján azt lehet mondani, hogy ügyesen csinálják, csak még ezt lehet tovább butítani. És én azt nem értem, hogy már 2 éve talán eljutottak a szimbolikus végpontig, amikor már csak smiley-kat és dühös fejeket raktak ki. Tehát ahhoz képest ez visszalépés, mert visszatértek a verbalitásnak a talajára, a verbalitás pedig azért egy elég mocsaras dolog. Egy smiley-ba nem lehet belekötni. Mosolyog, szomorú, dühös. Tehát van 4 vagy 5 ilyen alapérzés. A szavak azok meg ilyen nehézkesek, és mindig gond van velük. Szegény Kövér László is, ha már itt idézted, ugye jött ezzel a luciferi története, luciferisták. Hát könyörgöm, hogy lehet ekkora baromságot leírni? Hogy lehet ekkora baromságot elmondani? És én gyanakszom, hogy ugyanazok az emberek írják. Ezek igen, tehát a Kövér nagyon viccesen, vagy szomorúan, én nem is tudom, több irányból megpróbálta megközelíteni azt, hogy nem mondhatja ki azt, hogy bűnös zsidók. És így elmondta, így a globalisták, a transzhumani, annyi hülyeséget mondott, tényleg egyetlen egy mondaton belül, hogy nehéz elképzelni. Ugye a nagy része ennek nem létezik, amit ő mondott. A globalisták nem olyanok, amikre ő gondol. A transzhumanizmus teljesen más jelent, nem az, hogy átoperálják a gyerekeket, ez egy másik történet. Ugye tessék William Gibsont olvasni, és akkor az transzhumanizmus abban van, vagy Pelevint, vagy mit tudom én. De volt illuminátusok, jakobinusok. Illuminátusok, jakobinusok és bolsevikok voltak, de én a luciferistán örültem meg a legjobban. Ugye a luciferista szerintem egyébként tényleg most már a Gyurcsány neki az agyára ment. Luciferi, Ferenc, azért mégis tehát a sötétség fejedelmét azt nem ferizzük, az Luci Ferenc. Ne tökörészünk már ezen.
És valóban luciferisták nem léteztek, ez kövér agyszüleménye, de egy luciferiánus szekta létezett, és ha már történész vagyok, két perc, nem fogok annyira untatni, de nagyon érdekes történet, hogy kik voltak a luciferiánusok, hogy voltak-e, mert szerintem vannak áthallásai. Valamikor a 11. században volt Észak-Pomerániában, Észak-Németországban tulajdonképpen rettenetesen mocsaras vacak terület, senki nem lakott ott, és ez a brémai püspökséghez tartozott. Brémai püspök úgy döntötte, hogy holland telepeseket hív be. Holland telepeseknek megígérte a csillagokat és az égről, évi egy fenig adót kell fizetni, lényegében semmit nem kell, ti döntetek az ügyeitekről. Ez pár tíz évig el is működött, aztán a következő püspök úgy döntött, hogy hát ezt most már vissza kéne csinálni. Ezek a parasztok meg ott fellázadtak, mert hát addigra rendbe rakták a mocsarat, lecsapolták, termesztettek rajta ezt, azt voltak jogaik. És hát igazából a püspöknek nem volt elég hadereje, hogy leverje őket. Más ilyen mindenféle fejedelmeket behívni, az kínos lett volna, mert esetleg maradnak. Ugye vannak ilyen problémák, amikor különféle idegen csapatokat hívunk be. Úgyhogy hát elment a főnökéhez, a pápához. Leültek, megdumálták, azt mondták, hogy kéne egy keresztes hadjárat ezek ellen, a szedlingeni parasztok ellen. De hát egy keresztes hadjárat, az mégiscsak valami. Tehát ott lehet ugye örök üdvösséget ígérni, meg teljes feloldozást, meg hasonló, de hát általában ott azért van fosztogatás, meg nemi erőszak, jó nemi erőszak a parasztoknál is lehetett, kifosztani nem volt őket érdemes, úgyhogy valamilyen nagyobb vonzerőt kellett adni az egésznek, és akkor a pápaság megbízott, nem tudjuk, hogy kicsodát, ilyen megfelelő klerikusokat, hogy találjanak ki valami szörnyű eretnekséget. És akkor ők leültek, és megírták a luciferianizmust, ami egyébként egy ilyen kedves kis gnosztikus, neognosztikus elképzelés, hogy meg Lucifer, akit kirúgtak jogtalanul, de mert ő odaadta a tüzet az embereknek, meg a dolgokat, az visszajön, és segberúgja az öreget, és akkor átveszi a hatalmat. Tehát egy fake news, egy propaganda, egy Soros Györgyözés. Nem is tudom, miért Rogán Antal jutott eszembe, hogy Rogán Antal jutott egy hirtelen eszembe. Abszolút modern a történet, és aztán persze 10 000-ével jelentkeztek a német lovagok, oda mentek, ledúrták a parasztokat, a megmaradt parasztok azok meg onnantól kezdve fizették az adót, és jártak robotba. Nagyon modern történet, valószínűleg Kövér László sose hallott róla, miért hallott volna, ő csak nem tudom, valószínűleg a sátánistákkal kevert őket. Tehát igen, ezek a szegény parasztok nem játszottak black metalt, és tényleg nem köptek az ostjára. Kamu volt az egész. Na, hogy visszatérve az iskolába, bár ez is az volt egy kicsit, hogy ilyen az, amikor Konok Péter egész nyáron pihen. Ja, hogy amit mondtál, Robi, talán te, ugye, hogy van ez a megfelelési verseny, és ez tényleg van ez a megfelelési verseny, ilyen proaktív megfelelési verseny. Ugye én szoktam mondani, hogy én a közmédiában ültem olyan vezetői értekezetben, ami órákig arról szólt, hogy vajon mit várhatnak el tőlünk. Tehát ez volt az értekezletnek a témája. Azóta ez kicsit úgy elburjánzott, és két leágazása van, de mind a kettő ilyen lefelé tartó spirál. Az egyik a kimond nagyobb barom köcsökséget. És ugye ott nagyon nehéz egymást túlszárnyalni, mert hát ilyen Kövér Lászlókkal kell, meg lehetne sorolni még a megmondó embereket. És tényleg van egy ilyen verseny, hogy húha, ő azt mondta egy héttel ezelőtt, akkor abban a műsorban akkor én még durvábbat mondom. És akkor úgy veregetik egymás vállát, hogy na most te jól megmondtad. Tehát ennek látjuk az eredményét. A másik meg ez a megfelelés, hogy akkor hogy tudok én jól helyezkedni, és akkor mit kell nekem csinálni. És igazából én azért lepődtem meg, hogy miért csak most kerültek ki ezek az idézetek. Nem, hát hogy eddig nem jutott eszébe senkinek, hogy így is lehet a nagymester elébe fáradni és hódolni előtte. Aztán iskola, és az én fiam most végzős a gimnáziumba, és hát megérkezett a történelem tankönyvvel, és hát izgatottan lapozta fel, mert hát ő ilyen ellenzéki gondolkodás, nem tudom miért. És hogy miket talál, és van egy ilyen oldal, ahol a 2010-es választási eredményt látjuk, hogy néz ki a parlamenti patkó, kik jutottak be, milyen benne pártok. Van a történelemkönyv. Igen. És hogy a két kérdés van, az egyik az, hogy milyen felhatalmazást kapott ezzel a 2010-ben a Fidesz kormány, kétharmadosat, és el kell mondani a diáknak, hogy ez mit jelent, közjogilag ez így rendben van. A következő kérdés az már trükkös, mert hogy milyen okok vezettek ehhez a választási győzelemhez. És ugye itt jön be a tanárnak a szerepe. Nem? Mert ha a tanár azt mondja, hogy ő ezt így korrektül elmondja, akkor az egy történet. De hát azt azért nagyon jól el lehet mondani, nem? Hogy miért is nyert 2010-ben kétharmaddal a Fidesz. Lapoztunk egy kicsit, azt mondja, ez miért van itt, mondja nekem egy ilyen féloldalas Mága Zoltán képre. Mondom, nézzük már meg, hogy mi a
könyvnek, mi a történelmi könyvnek a környezete, ugye milyen, mi a topik, mi a fejezet. De most hülyésked? Nem. Azt nézi a gyerek, azt mondja, hogy azt mondja, semmi, csak úgy itt van. Hát mondom, ez az arszpolitikája, bazd meg. Hát ezért van itt a mágazó, de ő csak így itt van. Megint lapozunk. Migránsok, várjál, migránsok Mága kerítés. Mága Zoltán a magyar történelem könyvben benne van. Igen. Fényképpen. Méghozzá hegedű, bazd meg. Tehát a legrosszabb dolgot csinálja, amit Mága Zoltán tehet. Igen. Tehát ez de nincs indoka egyébként, azt nem tudom, hogy került oda. Tehát lehet, hogy megfúrták, mint annak idején a megyeli lapokat. És aztán utána megint lapoztunk, és akkor ott van a migránsok, látjuk a kerítést, rendőreink és határvadászaink hősiesen küzdenek ugye a migránsokkal. És itt is ugye az van, hogy miért kellett felhúzni a kerítést? Ja, migránsok, tehát hogy semmi esélyük nincs menekültnek, vagy bevándorlónak lenni, ott mindenki migráns. Itt látjuk a migránskerítést, miért húzta fel a kormány, hogy védi ez Európát, és akkor azért érezték, hogy kéne valami ilyen gyakorlati kérdés is. Mutass Európa térképén még olyan határvonalakat, akkor hasonló módon védik a hazát a migránsoktól más országokban. A történelemkönyv akkor... Mondtam neki, hogy most már zárja be, mert egy napra ennyi elég, meg egyébként is majd ráér. Azt mondta, hogy az ő a kőbányai Szent Lászlóba jár, ugye onnan indult ez a polgári engedetlenség, vagy pedagógusi engedetlenségi mozgalom. Mondta, hogy nekik az a szerencséjük, hogy most lehet, hogy kicseszek egy tanára. Amikor kicseszettünk magában, mert tanár lett. Szóval, hogy az a szerencséjük, hogy az ő történelem tanáruk ki nem nyitotta tavaly a tankönyvet, és ez várhatóan így lesz idén is. Na jó, de gondoljunk bele, ahol ezt a tankönyvet egy rendes, igazi... Magyar a jelző, amit keresem. De miért nem találtam, Robi? Hát ezen el kell gondolkodnom, igen. Szóval, hogy ilyen, és akkor már így durva a dolog, nem? Mert ha így ránézünk, akkor azt gondoljuk, hogy én hogy mondanám, én hogy mesélném el, hogy azért itt. De ha valaki ezt úgy oktatja, akkor megkapják a nebulók. Jó, de mondjuk egy őrhelyjel így is kell bánni. Ez a könyv, ez nem sokára, vagy nem tudom sokára, valamikor ez történelmi dokumentum lesz. És akkor baromi érdekes lesz, hogy ott van Mága Zoltán, és te történészek ott fognak vitatkozni róla, hogy mi a franc, amit a gyereket kérdezett. Mi a francot keresít Mága Zoltán? És lehet, hogy ez is egyszerűen túlihegés volt a szerkesztőtől, vagy szerette Mága Zoltánt, ezzel akart neki köszönetet mondani. És túljegésben egyébként így folyamatosan tényleg megy ez az egész történet. Látható, hogy mindig volt, ilyen szempontból tényleg a tanú is jó, mert ott is csupa túljegés a történet. De úgy, én annak idején elképzeltem, amikor volt ez a botrány, talán még emlékeztek rá, amikor a Dopman ilyen izét rúgdalt, ilyen... Orbán fejet. Gipsz, vagy milyen, papírmasi Orbán fejet. És most már puszi-nyuszi van. Elképzeltem, hogy amikor az Orbán erről értesült, hogy rúgdalták a szobromat, és akkor mondták neki, de miniszterelnök, neked nincsen szobrod, miért nincs? Tehát, hogy így lehet, hogy ez is veszélyes. Merték megmondani neki szerintem. Így elgondolkodom ezen, hogy miért szerepelhet Mága Zoltán a történelemkönyvben. Ez nem a cigány-fehér történelmi megbékélésnek a nagy, ünnepélyes aktusa, aminek szól ez. Voltál te már Mága koncerten, mint megbékélés? Nem voltam még Mága koncerten, de hogy az a tény, hogy a történelmi könyvben, most keressük a magyarázatot, és bocs, eddig én mondtam az egyetlent. Tehát, hogyha vitáznál, akkor mondjál, hogy vessél fel alternatívát. Várj, az nem lehet, hogy szépen hegedül? Nem. De most attól, hogy szépen hegedül... Nem, az ízléstelenség jut nem, róla eszembe, de elsősorban. Nem hegedül szépen, de ha szépen hegedülne, sem értjük, hogy kerülne a történelemkönyvbe. Hanem a hegedűvel együtt, mert ott van a képen a hegedű, hogyha jól értette, amit mondasz, hát az a hegedű az azt jelzi, hogy hát zenéjetek, cigányok, ne lopjatok. Bocs, én csak próbálom értelmezni a töri könyvben. Megnézem most már, mert a gyerek messengeren küldte. Ez az útja a fehérek és a cigányok történelmi megbékéléseinek, hogy ők hegedülnek. És ennek fejébe történelemkönyvbe kerülnek. Tehát ők így formálják a magyarság történelmét. Mindenesetre most már látom a Mi Hazánk következő követelését, hogy ki Mága Zoltán a történelemkönyvből fehér magyar hegedűsöket bele. De egyébként egy picit ez annyira beakadt nekem ez a Mága Zoltán. Ezt látom. Közel 10 éve gondolkodom azon, minden karácsony előtt a óriás plakátok felét Mága Zoltán foglalja el. Igazam van? A koncertjét hirdetik. Egyszer egy barátom, akinek reklámcége van, összeadta, hogy
ez karácsonyi csúcsidőben milyen összköltsége van ennek az óriási kampánynak. Brutális szám jött ki. Már akkor elkezdtem azon gondolkodni, hogy ki futtatja Mága Zoltánt, vagy kinek áll érdekébe ezt az embert népszerűsíteni, hiszen ebből a koncertből, amit a BS-ben ő tart, vagy a most Papp László Arénának hívják, egyszerűen nem éri meg, tehát nincsen egyenes arányban a reklámkampány. Na jó, mindegy, ezek szerint van valaki a Fideszben, mert ez a történelemkönyv, ez csak ugyanide ebbe a sorba illik bele. Valaki-e van a Fideszben, nem tudok másra gondolni, mint a főnökre. Na figyelj, várjál, közben megvan Mága Zoltán, mert mondom, a gyerek messengeren küldte, azt mondja, hogy az a kérdés hozzá, hegedül, igen. Nézz utána, milyen szerepe volt a cigány per roma közéletben, a kulturális életben. Mit mondtam? Könnyű, te írtad. De várjál, és még közben, azt el is fejtettem, hogy még küldött egyet, azt mondja, hogy... Miért néz minket élőben? Történelemkönyv. Megyünk nem, élőben? Ezt tegnap cseteltük, mert én vidéken voltam. Azt mondja, hogy hát ez itt az őszödi beszéd. Itten van. Hogyan kérdés az, hogy hogyan értékeli pártja teljesítményét és kampányát a miniszterelnök? Ez a kérdés az őszödi beszéddel kapcsolatban. Ez a mága, ez egy jó nemzetegyesítő trükk, mert ugye a problémát az jelentheti évtizedes viszonylatban, hogy hát a romák túlszülik a fehéreket, aminek van egy szociális vonzata, nyilván a mi hazánkat elsősorban az etnikai jellege zavarja a dolognak, de van egy szociális vonzata, azt úgy tudnám kifejezni, hogy a putri túlszüli a, hát hogy mondjam, az összkomfortot, vagy a vízvillanygáz, hogy? Kádárkockát. Mondjuk úgy, hogy akkor a kádárkockát. Tehát, hogy akárhogy is a putri a polgári életmód terét túlszüli, és ezáltal kvázi az ország elsüllyed. És akkor itt van a nagy nemzetegyesítő manőver, hogy na de nem, mi szüljük túl magunkat, mert ők is mi vagyunk. Hoppá, Mága Zoltán. Egyszer megkérdeztem egy nagyon híres hegedűst, amikor ez az egész mága őrület elindult, hogy az, hogy én ízléstelennek tartom, ez az én ízlésem. De hogy egyébként ő szerinte ő a prímások között, mert ugye ő egy prímásból lett ez a gicsparádé, hogy ő egyébként milyen hegedűs, és azt mondta, közepes. Tehát még csak az sem igaz, hogy ő valami brutális művész, de ha már az ízléstelenségnél tartunk, hogyha körülbelül ezen az úton haladva, hogy ahol a gimnázium idézetek, mondjuk 2 év múlva minden üzletbe is ki kell rakni egy Orbán idézetet, akkor a szexshopokba az lesz kirakva, hogy áll, mint a cövek? Van szerintem... ebben az országban valaki... Bocsánat, ez egy Orbán idézet. Ugye tetszik róla tudni? Jó. Csak nehogy azt higgye, hogy én is ízléstelen vagyok. Van itt olyan valaki, aki a 2/3-ra gondolva a pornózik? Ugye betölti a parlamenti patkot, és így nézi, hogy a 2/3 áll, mint a cövek, és magához nyúl, mert muszáj. Hát figyelj, a negyedikes gimnazistáknál ugye most már van rá esély. Szexshopokban az lesz, hogy édesem áll az őrtornyom. Tehát ez a... Csináljunk egy... Hirdeti Jehova királyságát. Igen. Tehát így, ha már a történelemkönyveknél tartunk, hát ugye adódik a kérdés, ugye... Várj, a szexről beszéltünk. Hogy... hát ugye ez a bizonyos orosz történelem tankönyv, ahol egész egyszerűen a forradalmárokat, vagy ő szerintük az ellenforradalmárokat még egy jelzővel ellátták, hogy ezek nácik és fasiszták voltak. És hát érdekes módon, amikor már nem is emlékszem, valamelyik svéd politikus mondott valamit 56-ra, akkor Szijjártó azonnal bekérette, ha jól emlékszem, a svéd nagykövetet. Most hatalmas kus van, sőt, még azt a cinikus mondatot is megengedték, hogy maguknak, hogy 56-ról nincs mit vitázni. Mintha ezt nem is mondták volna az oroszok, vagy nem lenne benne a történelemkönyvben. Hát szóval, hogy áll ez nálatok? Én nem tudom, évek óta figyelem, ahogy változnak az október 23-ai központi ünnepségeknek a modalitása tulajdonképpen, a hangulata. Látszólag ugye hasonló, ugyanazok a külsőségek, ugyanazok a frázisok puffognak, ugyanazokat mondják el, de egyre inkább visszavesznek. És kicsit ez a március 15-i ünnepségeken is érződik, csak az olyan messze van már, biztatóan messze a történelemben, és az már tényleg mitológiává omlott meg ilyen unalmas, tényleg mindenkinek az jut eszébe, hogy az óvodába szavalni kellett. 56 azért még sokkal élőbb történelem, és mindig az jön le, nekik ez egyre kínosabb.
Nekik egyre kínosabbak a Petőfik, nekik egyre kínosabbak a Maléterpálok, nekik egyre mindig is kínosak voltak az Angyal Istvánok, most Nagy Imre is nagyon kínos már nekik, ugye azért valahol Nagy Imre köpönyegéből bújt elő ez az egész rendszerváltási, nem is tudom, ellenzék, vagy ami ezt az egészet csinálta, ő már nagyon régen kínos nekik, vannak egyébként a történetnek persze kínos vonásai, de hogy azért ők lassan egyre inkább érzik, és egyre inkább közvetítik is ezt, hogy ők nem szeretik a ribilliót, nem szeretik a felfordulást, ők a rendet szeretik, ők azokkal szimpatizálnak tulajdonképpen, beszéljenek orosz akcentussal, vagy nem orosz akcentussal, akik rendet tesznek, akik előtt világosba letettük a fegyvert, akik 56-ban ugye visszajöttek, mert Putyin ávtárs is azt mondta, hogy jó, hogy visszajöttek, hogy ők tulajdonképpen igazából, és ezt még nem merik nyíltan felvállalni, november 4-e örökösei, meg ők a világosi fegyverletétel örökösei, és semmi közük igazából az ellen, ők ott ugye az 56-os zászon ott a luk, ahonnan kivágták a Rákosi címert. Na most ők ezt megpróbálják az ők is narancsárga Fidesz címerükkel befoltozni. Azt oda nyomják, és azt kell lobogtatni. És ilyen értelemben nagyon kínos nekik persze. Valahol nagyon kínos, hogy a nagy testvér most azt mondta, hogy. De egy kicsit olyan, volt egy német szociáldemokrata, aki amikor megszavazták a haditereket 14-ben, akkor azt mondta, hogy végre felvállalhattam, ami eddig voltam, és felállhattam, és énekelhettem tiszta szívvel azt, amit mindig akartam, de az én pártom nem engedte, hogy Deutschland überall lesz. És egy kicsit szerintem most ők ezt érzik, hogy végre valaki kimondta, hogy ezt az egész lázadásos dolgot, ezt felejtsük már el. Hát mi vagyunk? Mi vagyunk a dolgozók kormánya? Mi vagyunk a lázadás. Csak mi határozzuk meg, hogy hol legitim a lázadás, és hol illegitim a lázadás. Nem itthon. Itthon a rend a legitim. Brüsszelben. Meg Strasbourgban. Ott fejtjük ki a lázadást, ott védelmezzük a keresztény Európát. Hát Orbán Viktornak minden a lázadás, az identitásának az alapja, hogy ő egy lázadó, de azt ő szereti egyrészt magának vindikálni, tehát nehogy már a magyarok lázongjanak, majd ő a magyarok nevében is meghatalmazásával lázong, és az ő lázadása az, ami a magyaroknak fel van kínálva. A magyarok a lázadó énjüket, identitásukat, energiáikat Orbán Viktor által csatornázva élhetik ki. Ez a módja. Ez kínálja föl Orbán Viktor. És ezzel kell beérniük. És hát a helyzet az, hogy Angyal István az Auschwitzból szabadult Angyal István 56 mártírja lett lefasisztázva. Most mi ez? De hát Angyal István személyében elég jól reprezentálódik ennek a politikának, amit Magyarország Oroszország oldalán szédelegve folytat, a teljes erkölcsi csődje. És azt hiszem, hogy ez most már jóvá tehetetlen. Tehát, hogy ezt már csak elfedni lehet. Ezt már nem lehet helyrehozni, ezt már nem lehet kiigazítani, és láthatóan szándék sincsen erre. Magyarország megint újra, és úgy tűnik, hogy ez világtörvény, a történelem rossz oldalára állt. Most már a 21. század egyetlen jól körvonalazható konfliktusában. Azt tenném még hozzá, talán még egy pillanatra az előzőekhez is, hogy ez rendszerszerű, és terjedni fognak ezek a plakátok. Nyugodjunk meg, sokat fogunk még ilyet látni. Nem érzik ők ezt úgy, hogy most beégtek volna ezzel. Ez ilyen, ennek a logikája. Hát én most már lassan 70 éves leszek, ha jól belegondolok. Már az második rendszert élem úgy át, hogy legalábbis az elsőben kiteljesedett formában láttam ilyen plakátokat, most megint látok ilyen plakátokat, de egyébként a sztálini Szovjetunióban és a náci Németországban dettó ugyanez a mentális, erkölcsi, családpolitikai logika érvényesült, mint a Robi sorolt például a családdal kapcsolatban meg ide idézett, már hogy arra nézvés, hogy kinek szüljük a gyerekeket, hát 100 éves toposz. Sokszorosan visszatért toposz. Ezt így csinálják ezekben a körökben. Én egyébként azért nem anekdotizálnám el pusztán csak azzal, hogy a kövérnek megbolondult az elméje. Ez a közönség, ez az egész illuminátus, meg transz, meg nem tudom micsoda, ennek van egy jelentős közönsége Magyarországon is. Másutt is.
az internet világában, nem az internet a felelős ezért, félreértés ne legyen, nem a Facebook, hanem azok, akik csinálják értelemszerűen mi. A másik dolog, amit viszont ehhez az orosz ügyhöz szeretnék hozzátenni, szinte érthetetlen, mondjuk a NER érthető, de egyébként oroszul tudó értelmiségiek, vagy nem értelmiségiek, tök mindegy, esetében szerintem joggal vetődik fel a kérdés, hogy hogy az Istenben van az, hogy lényegében Oroszország politikai értelemben, vagy ideológiai értelemben le van zárva már abban az értelemben, hogy az oroszoknak nyilvánvaló céljaik vannak, bevallott céljaik, nyilvánosságra hozott céljaik ezzel a háborús agresszióval. A Dumának vannak fontos határozatai, döntései, van ideológiája, ebbe az ideológiába tartozik az bele, hogyha az oroszok azt gondolják valakiről, vagy azt akarják állítani, hogy fasiszta, akkor ők eldöntötték, és az fasiszta. Amúgy nem mellékesen, a Duma előtt van most olyan javaslat, hogy Oroszország 7 milliós hadsereget állítson, 7-es milliós hadsereget. Most 280 ezer ember jelentkezett egyébként hivatásos katonának Oroszországban. Tehát tényleg egy pokoli szándék, luciferi szándék, vagy sátáni szándék van, ami itt a szomszédunkban van, és ebbe beilleszkedik szorosan, köldögzsinórszerűen ez a rendszer, amit Orbán Viktor magának akar teleszületni. Hát ezt nem először halljuk. Úgyhogy nem tudom, hogy többre mennénk el, hogyha a magyar választópolgárok tudnák, hogy mi készül Oroszországban, vagy mi zajlik Oroszországban, mit csinál Oroszország Ukrajnával, és hogy csak Ukrajnát támadta meg. Nem tudom, hogy jobb lenne nekünk. Lehet, hogy jobb, hogyha a homokba dugjuk a fejünket, de azért kár lenne, mert gyerekeink és unokáink nekünk vannak. Minden esetre az, hogy minden megszülető magyar gyerek újabb őrhely, ez feltételezné azt, hogy a magyar ember úgy érzi, hogy Orbán Viktor rá, mint egy őrszolgálatosra tekint, mint egy őrre, aki ügyel, figyel, jelez, mintha a társadalmi aktivitást várna el. Ehhez képest itt nincsenek népszavazások. Itt nincsenek az emberek megkérdezve semmiről. Mit jelent az őrszolgálat? Az, hogy megszületsz, és Orbán Viktor 4 évenként egy szavazófülkébe rendel téged, hogy helyesen szavaz. Ez jelenti az őrszolgálat? Tehát ez jelenti az, hogy minden megszülető magyar gyerek, és 4 éven keresztül azért őrködjön, hogy a 4 év után egyszer bemehessen egy szavazófülkébe, és egy X-et lerakjon. Ez lenne a nagy őrszolgálat? Ez lenne a magyarság nagy történelmi küldetése? Hát igen. Hát de mert rosszul értelmezett, tehát, hogy megőrizni Orbán Viktor hatalmán. Az az őrhely. Meg azért ne felejtsük el, hogy az egész magyar politikai felépítmény most már erre van. Tehát az összes aktivitás, amit az ellenzék vár el, amit a kormány vár el, amit bármilyen politikai aktőr elvár, az az, hogy 4 évente a megfelelő helyre rakd az X-et. És minden erre van felépítve. Tehát igazából most már egy folyamatos, ha úgy tetszik, választási kampányban élünk, ami aztán, tehát egy ilyen folyamatos frikciós mozgást végez az ország. Ugye frikció, 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 őrhely, 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 egyre peckesebben áll a pöcök vagy az őrtorony, feszülnek össze a szögesdrótok, és 4 évente ejakulálunk. De... És 4 évente ejakulálunk, és aztán utána közösülés után minden állat szomorú, van, aki szomorú, van, aki örül, és mi az első mondat? Majd 4 év múlva jobb lesz. Egyébként, most akkor megint neki... Valaki meg megeszi a párját, sok, de annyit az oroszokról, hogy, vagy arra a tankönyvről, hogy engem ez mélységesen elkeserít, ami hát mondjuk ugye az orosz-magyar kapcsolatokban történt a társadalomban. Tehát, hogy nekem a legfontosabb rendszerváltási tói egy picit, ugye fiatal voltam, de azért valamennyire részt vettem benne, emlékem az a Távárisi Konyec plakát. Tehát ez így mélyen belém égett, és az egy jó volt, és jó volt, nem volt jó ránézni, de jó volt mégis ránézni, hogy lehetett ezt a társadalmat így megfordítani. Ja.
hogy eljutni oda, hogy az oroszok már a barátaink, hogy, hogy ez a Putyin nem az a Putyin, mondjuk ez egy rosszabb, de igen. Mindegy, de hogy és ez a társadalom, ez zökkenőmentesen hétfőről kedre odafordult, hogy elkezdte szeretni az oroszokat. Igen. És most már nem lehet beszélgetni erről a témáról, ugyanúgy, mint nagyon sok témáról, mondjuk így a NER-hez tartozó, vagy NER-re szavazó, Fidesz-re szavazó ismerősökkel, mert ők most már szeretik az oroszokat. És hogy ha ez megtörténhetett, én akkor jöttem rá egyébként, hogyha ez megtörténhetett, akkor bármi megtörténhet, és azt látjuk is, hogy bármi megtörténik. A másik még az, hogy csak a baj van ezekkel a tankönyvekkel, ott történt tankönyvekkel, mint látjuk, de szerintem még legyünk hálásak, hogy nálunk csak Mága Zoltán van, és még nem fasisztázzák le az 56-osokat. Hát de amire én emlékszem egyébként, nekem volt olyan tankönyvem. Hát majd most... Persze, amiben ez volt. De tudod mi, az Pista. Orbán, de hát ezt mindannyian tudjuk. Hát Orbán Viktor politikai identitásának az egyik sarokköve volt 56. Hát az a fiatal Orbán Viktor, akiben olyan sokan köztük én is beleszerettek, azon a bizonyos beszéden, ő követelte először ha nagy nyilvánosság előtt, hogy ruszkik haza. Aki hazaküldte a ruszkikat, az haza is hívhatja őket. Jó, de gondolta magát, kész, tévedett. Pista, ilyenkor mindig hozzád fordulok, hogy a fideszesek, akiknek az egyik politikai identitásuk egyik legfontos... Ezt soha nem fogod megúszni. Tehát ilyenkor mindig hozzád fordulok, hogy a fideszesek. Része... Sanyinak is megvan ez a... Tudod, amikor... Része amikor 56, ami ugye egy szentség. Tehát az a 4000 srác, meg fiatalember, meg idős ember, aki harcolt, az nekem a mai napig egy szentségként él a lelkemben. Tehát akkor most hogy van ez? De nem bánj, tehát nem azért a Fidesz abban ügyes, hogy úgy elhalványítja, meg eltolja, meg elmismásolja, nem bántja azért 56-ot. Tehát amit Péter is, meg Robi is mondott, az teljesen így van, tehát nem tudnak mit kezdeni azzal. Orbán Viktor Petőfi Sándor szülőháza elmondott beszéde, az szerintem egy nagyon jó példa erre. Nem adott semmit, nem? Tehát, hogy egy ilyen... Békepárti, azért békepárti. Igen, a békepárti. Jó, de az volt a legmerészebb, ott kuncogtunk egy kicsit, de... Ott esek el én a harcrezején. De nem tudott mit kezdeni Petőfivel, mert hát mégiscsak ő az örök kétharmadok örök birtokosa, hát most mit kezdjen Petőfi Sándor, ezt kezdte vele. Egy ilyen orosz történelem órát tartott. Tehát, hogy nem bántják, az nincs, azért úgy tűnik, hát ha csak felszínesen nézed, akkor a klisé az pont ugyanaz. Lobognak az ászlók, az lyukasak középen, ahogy kell, elmondják a beszédeket, jönnek a fiatalok, biztos van néptánc csoportban, az 56-os emléken annyira nem szokott, de most már mindegy. Most már mindenhol. De hogy a keret az ugyanaz. Tök jól el van adva. A tartalom az, de most a tartalomra szerinted figyel annyira az ember, hogy érzi azt, hogy most itt valami történik 56-tal? Nem az a gond, hogy csak a tartalom, tehát, hogy ez már annyira üres, mint egy kagylóhé, amit hazahozol tényleg a tengerpartról, kirakod, és az három éve megszaglászod, hogy még tengerszaga van. Igazából már nincs, az csak te képzeled bele. Tehát nagyon vicces, amikor Petőfiről beszél, meg mondjuk szokott ugye március 15-én ott föl alá sétafikálni, és a lengyel barátai tapsolnak neki némi pénzért. Annak is vége van. Azt nagyon élvezi. Igen, most már az sem működik. Kik fognak tapsolni? Tehát ugyanaz a csávó, aki már többször elmondta, és a Samesei még többször elmondták, hogy minden a rossz eredendő oka a felvilágosodás. Na most, ha tagadom a felvilágosodást, akkor abban valahogy a Petőfi nem fér bele. Vagy hogyha mondjuk a jakobinusokkal olyan sok problémám van, mint Kövér Lászlónak, aki szerint a jakobinusok mindannyian istengyilkos zsidók, akkor onnantól kezdve tényleg mit tudok kezdeni március 15-ével? Mit tudok kezdeni mondjuk a magyar jakobinusokkal? Jó, őket nem szokták emlegetni, persze ez egy egészen más történet. Szóval valahol megtartják a híjat, a vázat, mert egyszerűen megszokásból, meg kényelemből, meg mindig is erre építkezett mindenki. Tehát azért tényleg a Kádár rendszerben is, sőt, még a Rákosi rendszerben is jó voltak hangsúlyeltolódások, nem 56-ról beszélek, most március 15-ről ott is voltak hangsúlyeltolódások, szegény Szabó Ervint kiátkozták, amikor azt írta, hogy itt mégiscsak a parasztok voltak a lényegesek, nem a nemzet. Más történet. De hogy nem tudnak vele mit kezdeni, játszadoznak vele, elmondják az üres szövegeket, és mondom, ráadásul csicskáztatják őket. Hát a Putyin már nem tudom hány éve volt, amikor itt volt, és megkoszorúzta ugye a meghalt szovjet katonák emlékművét, ami szerintem a Putyintól teljesen korrekt, csak hát nagy diplomáciai húzavona volt belőle, mert először azt akarta, hogy menjen vele az Orbán Viktor is. És aztán azt nagy nehezen sikerült kibulizni, hogy hát a Putyin egyedül koszorúzott. Folyamatos szivatás van. Péter, ezeket a kérdéseket te föl tudod tenni. Hát, hogy mi van a jakobinusokkal, meg a felvilágosodással, meg Petőfi Sándorral, ahogy egyébként mondtad,
sok-sok évtizedes hagyománya van annak, hogy ezek a héjak hívják elő az állampolgárok egy jelentős részének a azonosulását éppen az aktuális rendszerrel. Tehát Petőfi tényleg a szabadság, és nem tudom, mit tudja azt most, aki a, különösképpen amelyik magyar állampolgároknak azon a része, amelyik elmegy szavazni a NER-en belül, azt, hogy miközben a Petőfinek a jakobinosokhoz. Ez az egyik dolog. A másik dolog, azért ez elő lett készítve milliméterről milliméterre. Tehát emléketek, tudom, hallom, hát most... Milliméterre, milliméterre. Emlékezzetek, amikor Putyin néptáncosokat táncoltatott. Nemrégiben most megint. Bizony-bizony, magyar néptáncosokat, Csárdás járta egyébként a Veröstéren. Nemrég, ez még a Gyurcsány idő. Gyurcsány is táncolt. Igen. De azt mondom, hogy milliméterről milliméterre sompolygott ez a dolog bele. Az még egy másik Putyin volt. Részben ugye, ha úgy tetszik, az energiafüggés, és ezt azért a magyar állampolgár átlátja. Vannak itt hívó szavak, amiket ők beszélnek, nem neked beszélnek, konok. Értsd már meg, ne válaszolj már, most egy kicsit hagyd beszéljek én is, jó? Jó. Szóval nem neked válaszolnak, és nem neked küldik ezeket a hívó szavakat, és nem téged győzködnek ezzel. Ezekkel a toposzokkal. Amúgy egyébként az elmúlt, tudjátok, először is egy megérdést hagyd tegyek. Nyilvánvalóan egyébként érzi a rendszer is a feszültséget. Most azért nézzétek meg, nem akarok most ellenzékezni, de azért egy mondat, csak azért a lelkem üdvéért, hogy azért elmennek ezek a bárosos picsába már, hogy az ellenek elment nyaralni. Elmentek nyaralni, az Orbán meg végig rócsózta a nyilvánosságot, az országot. Ez a Tucker Carlson interjút is érdemes megnézni. Az nem kifejezetten nekünk készült, de nekünk is. És Amerikának is bizonyos értemben, ha úgy tetszik, a világ nyilvánosságának, mert szeretném elmondani, hogy azt is megkapta a választók egy része, a rászavazók egy része, hogy Orbán Viktor pusztán csak egy személyben világpolitikai tényező manapság. Van, el tudja magát képzelni német-római császárnak sajátos tallumokkal, bejelentette igényét. Kétszer emlegette a Trumpot, akkor magára gondolt, és kétszer direktbe rákérdezett az a jó ember, aki őt kérdezte arra, hogy ha ő lenne a NATO főtitkár, és ha ő lenne az Európai Bizottság elnöke, vezetője, akkor mi lenne? Béke. Béke. Így, hát nem csak béke. Sőt, megint lenne család. Hát ugye a kifelé szóló propagandában, meg az amerikai, nem akarom most elterelni a beszélgetést, akár ha maradhatunk, Mága Zoltánnyal is leszarom. Az a helyzet, hogy világpolitikai ambíciói és mániái vannak. A pasas mániákus lett. Teljesen. Nem tegnap előtt, hanem az előtt, és nem 10 évről szól a történet, meg amivel szokták itt ringatni magukat nagyon sokan, a élethosszíglan és erősödő elnyomással, szükségképpen, és az a helyzet, hogy sok szempontból ki vagyunk téve, de ez most tényleg szintén egy másik beszélgetést igényel, de azért idevetem egy pillanatra, nagyon sok fog múlni azon, hogy mi lesz ezzel a háborúval, mi lesz ennek a vége, ha vége lesz egyáltalán. Időről időre van egy-két ősfideszes, akinek így elege lesz. Egyik ilyen Pesti László, ezerszer beszéltünk már róla. De én azt kérdezem tőletek, hogyha ő azt ígérte, ugye, hogy 4 hónapon belül előáll nevekkel. Milyen nevekkel tud előállni? Hadd kezdjem én. Mi nem tudunk. Csak azért, mert hogy egy kicsit így homokot, vagy mit hamut szórjak a fejemre, hogy amikor legelőször beszéltünk erről, és még friss volt a tusványosi élmény, ugye ott úgy kibukott belőle ez az egész, és akkor én azt mondtam, meg úgy nagyjából arra is jutottunk, hogy nagyon sokakkal előfordul a NER-ben az, hogy vannak ezek a pletykák, a csőnadrágos figurákról, akik jönnek, és akkor azt mondják, hogy most féláron megveszük a cégedet, majd 3 havi NAV ellenőrzés, nem tudom milyen izék után azt mondják, hogy most már csak 1/3-ért vesszük meg. De hogy amíg ez nem válik valósággá, meg nincs közvetlen élménye az embernek, addig ezt úgy eltartja magától, meg beszélnek ilyeneket. És ugye arra gondoltam,
hogy a Pesti is erről beszélt, hogy neki van egy vállalkozó ismerőse, akitől így vették a cégét. Tehát, hogy neki volt egy ilyen közvetlen sztoria, ami miatt mégiscsak átbukott rajta, vagy leomlott a fal, és így kijött belőle ez a történet. De hogy ezt egy ilyen nagyon egyéni akciónak láttam, és arra gondoltam, hogy a Pesti László most valamiért beleáll ebbe, mert annyira naív, hogy elhiszi, hogy ő meg tudja a NER-t tisztítani, meg jobbá tenni. Na most megnéztem ezt az interjút, amit a Telexnek adott, és milyen elgondolkodtam. Amiket mond, és ahogy beszél, és leginkább az a rész, amikor nagyon elég homályosan, meg kicsit olyan zagyvalékosan, de mégiscsak arról beszél, hogy milyen bizonyítékai vannak, hangfelvételekről beszél, videókról beszél. Hát a Lőlőről hogy beszélt? Persze a Lőlő jelenség nem Mészáros Lőrinc, mondja ő, majd elkezdi Mészáros Lőrincet ekézni, hogy egy értelmes mondat nem hagyja el a száját, hogy gazdagodhatott meg ennyire. Szóval ezeket néztem, és elkezdtem azon gondolkodni, hogy mi van, ha ez egy megszervezett akció, ami arról szól, hogy Mészáros Lőrincet jachtostól ki kell lőni. És ugye közben vannak már erre utaló jelek, mert már nem mindent nyer meg ő, meg a családja, most is visszaadottak valami közbeszerzést. A Simicskánál is az volt az első, amire felfigyeltünk, hogy volt neki egy, azt lehet, hogy már elfelejtettük, de hogy volt neki egy hajója, ami fennakadt valami 1 centiméteres eltérés miatt a vám ellenőrzésen. Nem engedték be az országba, és ott cseszegették, hogy nem úgy volt megadva a TAT-nak a hossza, mint amely tényleg pár centiről volt, és akkor néztük, hogy a Simicska hajója az Átonyra fut a Dunán, tehát hogy hú, itt már valami történni fog. Az osztrák oldalon volt Pista. Oké, csak ott néztük, hogy mi történik. De hát, hogy nekem van egy ilyen gyanúm, hogy sejtésem, és én nem szeretem ezeket az ilyen összeesküvés elméleteket, meg azon is agyaltam, hogy miért pont Pesti László, de basszus, az a helyzet, hogy egy irányba mutatnak a dolgok. És talán túltolta egy kicsit most már Mészáros Lőrinc ezt az egészet. Persze, hogy nem biztos. Csak mondom, hogy egy kicsit átfordultam oda, hogy ez már nem a Pesti Lacinak ilyen egyéni akciója, hanem valami történik a Mészáros Lőrinccel esetleg. Hát én azt hiszem, hogy itt elsősorban ennek ők folyamatosan szondázzák a társadalmat, és folyamatosan mérik azt, hogy mit érez a magyar ember. És hogyha azt érzik, hogy valamelyik energiacsakra túl feszül, akkor ott szelepet kell nyitni, hogy az a feszültség, az leeresztődjék. Mert az ilyen feszültségek tudnak egy rendszert fölborítani. És én egyáltalán nem vagyok arról meggyőződve, hogy a Mészárost ki akarják lőni. Lehet persze, mert ugye a Simicska túl okos volt oligarchának. Ez lett a nagy tanulsága az ő foglalkoztatásának. Bár hát mások szerint meg a Simicska Lajos foglalkoztatta a Fideszt, vagy az egész Orbán Viktort meg a társaságát. Most ezt persze lehet így vagy úgy értelmezni. A lényeg, hogy végül a Simicska Lajos került lapátra. És akkor az lett a tanulság, hogy kell egy nagyon nem okos Simicska Lajos. És hát ez lett a Mészáros Lőrinc, hasonlóan ahhoz a hajléktalanhoz, amelyiknek a Szél-Kálmán téren megvásárolod a személyi igazolványát két dekás rövid italért. Ennek megfelelően lehet, hogy le akarják szedni a Mészárost, de nem biztos. Még akár az is elképzelhető, hogy Pesti László magába szállt. Még akár az is elképzelhető, hogy Pesti Lászlónak mégiscsak van lelkiismerete, ő is elégedetlen, ő is érzi ezt a feszültséget, de vannak gyanús körülmények, legalábbis gyanús az, hogy ő rá valahogy nem kezdtek el lőni, mint a Hegedű Zsuzsára annak idején. De a Hegedű Zsuzsa hasonló módon kiénekelt a kórusból, és rászálltak rohadt keményen. Igen, de ez akceptálva van, hogy be lehet támadni a rendszer oligarchákat csak úgy, mert Pesti László egyszerűen így dönt. Meg szóval bűzlik az ő elégedetlensége. Orbán Viktor nem tud semmiről. A jó király. Csak a rossz tanácsadók. A rossz tanácsadókkal van körbevéve, meg ezekkel a gazember oligarchákkal, de hogyha ezeket Pesti László a magyar emberekkel közösen, akik mind-mind azért születtek meg, mert egy-egy őrhely üres volt,
ezek a végre betöltheti államőri funkcióját az állampolgár, és együttműködve Pesti Lászlóval, a rendszer lelkiismeretével leszedheti ezeket a gazember oligarchákat, akiket Pesti László csak orkoknak nevez, és ennek nyomán Orbán Viktor örülni fog. Mert Orbán Viktornak nincs hatalma leszedni a saját oligarcháit, hát Pesti Lászlóra, meg a magyar emberekre az őrhelyeken van szükség. És hogy ők közösen együttműködve leszedhetik ezeket az oligarchákat. Valamelyest bűzlik a dolog. De az egész bűzlik, csak azért mondom, hogy hova szaladt túl a történet. Onnan, hogy neki van egy darab vállalkozó barátja, akivel csúfság esett a NER-ben. Most már ott tartunk, hogy videót és hangfelvételt neveket ígér, tehát hogy azért az már nem ugyanaz a történet, nyilvánvalóan. De és ha lesznek nevek, meg videó, meg hangfelvétel, Orbán Viktor örülni, mi lesz mondtad. Ebben az a hirtelen visszatérnek a következmények tehát, Magyarországra? Mert Pesti László így dönt. Igen, de csak egy embert fognak érinteni. Annyit adnak a népnek tevékenységként, hogy 4 évig ne csináljon semmit, aztán húzza be. Tehát itt a tevékenység. Most akkor lehet, ugye indult egy feljelentő oldal, ahol névtelen feljelentéseket lehet tenni, hogy az ember oligarcha visszaéléseket lát, mert egyébként senki nem látja ezeket, tehát ezek tök láthatatlanok. Nem, véletlenül sincsenek ott az újságok címlapján, véletlenül sem jön szembe velünk a Balatonparton hatalmas szállodák formájában, letérkövezett városok formájában, kivágott erdők és felépülő akkumulátorgyárak formájában. Nem, ezek ilyen tök titokban mennek. És szerintem ilyen értelemben én tovább megyek az összeesküvés elmélettel, és nekem az a véleményem, hogy oké, most úgy csinálnak, minthogyha a Mészáros ellen kilövési engedély lenne. Szerintem ez az egész kreált ilyen értelemben, de a Mészáros egy baromi hasznos dolog. A Mészáros maga kezdett el egyébként úgy csinálni a 62 méteres jachttal, meg mit tudom, mert ugye egy tisztességes oligarcha ezt így csöndben csinálja már, ha nem orosz, mert akkor meg lefoglalják a hajóját. Tehát így könyörgöm, ez egy olyan showműsor szerintem, szóval, hogy tényleg valóban hát így a szelep az ország seggén, tehát a feszültség levezetésre használják, irányt adnak, és akkor valóban utáljuk, Mészáros Lőrincet tartjuk minden gonosz eredőjének, akkor Orbán Viktort már észre se vesszük, ő csak ott van a háttérben, és igen, a jó cáratyuska, ahogy azt annak idején a parasztok mondták, és a gonosz tanácsadói tehetnek az egészről, de ez még a jakobinusok idején is bejött, a francia forradalmat is sokáig sikerült elnapolni azzal, hogy a mindig aktuális király mindig elbocsátotta, meg kivégeztette a pénzügyminiszterét, tehát az azért működött. Hát Mészáros Lőrinc még csak nem is egy pénzügyminiszter. Ő valóban egyébként az, amit a Fidesz narratíva, meg általában a populista narratíva érthető módon konckén dob elénk, ugye ő a bankár, ő a pénzember, ő a gazdag. Én is rühellem egyébként ezeket, nem arról van szó. Na de hát Mészáros Lőrinc gyűlöletünk tárgya, hogy ugye a Malahi Konstant a Vonnegutnál tökéletesen megfelel erre a feladatra. Hülyék lennének lecserélni. Azért fontosak ezek a történelmi előzmények, amiket emlegettetek, mert egyébként megmutatják, hogy sok van. Tehát ugye Josip Stalinnál volt a csisztka fogalma például. Hát ezekben az ilyen típusú működésekben eleve benne van az, hogy hát X időnként feláldoznak néhány kilőhető vadot. Hogy az most a Mészáros lesz-e, vagy nem a Mészáros, tök mindegy, ausz mindegy. Ez az egyik dolog. Egyébként pedig szegény Laci, amit itt ígérget. Mi az, amit nem tudunk? Mindent tudunk, minden az orrunk el. Milyen bizonyítékokat? Ja, kit nem ismerünk? Én is azért azt gondolom egyébként, hogy ez a dolog azért valamilyen szinten konstruált. Az első pillanattól kezdve ezt gondoltam, ráadásul hát ugye nehéz a Pestiről beszélni, mert láthatóan egy kicsit meg van zavarodva. Ő egy golyó egy puskában, vagy ahogy ő magát minősítette múltkor, a Nyíl hegye. Azon kívül azért tényleg az az érdekes egyébként, hogy jószerivel, sőt egyáltalán, igyekeztem megnézni, egyáltalán meg se említik a történetet a NER sajtóban. Meg se említik. Egy Deák Dániel azt hiszem nyilatkozott, de az ATV-ben. Az ATV-ben. És egyébként ő is azt a leckét mondta föl, hallott engem nyilván, hogy ez a... Igen, kedves Péter. Ahogy hívják a bizonytalan közönségnek és az ellenzéki szavazónak, de mindenek előtt a bizonytalan közönségnek a célból, hogy hát egyébként bizony-bizony, hát ez a jó király, ahogy ezt olyan bölcsen elmondtátok, ez a jó király most vigyáz a hazára. Na most még egy dolgot azért szeretnék említeni. Volt két elszólása a Pestinek, mert nem,
pontosan kontrollálja magát, amikor a milánói ügyészekre hivatkozott, meg amikor, ugye Olaszországban volt egy nagy, az államrezont megrendítő ügyészi nyomozás, amikor a 70-es években körülbelül, amikor a milánói ügyészség elindított egy ilyen nagy leszámolást az olasz politikai rendszerrel szemben. Mondjuk azt a Pesti lehet, hogy tudja, lehet, hogy nem tudja. Amúgy egyébként kiderült, hogy az olasz kommunista párt tagjai voltak az illetők, és egyébként a KGB volt az, amelyik őket ellátta információval. Ez az egyik dolog, amit meg akartam említeni. A másik dolog pedig az, ugye, hogy rendszer szintű ígéreteket tett. Ha most meg vagyok arról győződve, hogy ha nem is tud, hogy a Pesti őszintén mondja, amit mondott, de ő ebben a történetben eszköz. Annak az eszköz, amit mondhatok egyébként, és azt hiszem, hogy elég erős tudatossággal van csinálva ez a projekt, arról nem beszélve, hogy a Pesti sajnos ugye a kisebbségi népszavazás és a helyben lakó ősi izé népszavazásnál ott elmaszatolt valamit nagyon csúnyán. És ez előbb-utóbb valószínűleg ki is fog derülni. Na szóval kézben van tartva ez a szerencsétlen. Kézben van tartva. Valaki lehalkította a mikrofonomat, érthetetlen, hogy miért. Mert csak kiégett. Ugye a puding próbálja az evés. A Orbán Viktor kipróbált egy a funkciójánál sokkal okosabb oligarchát a Simicska Lajos személyében, és hát nem vált be. Túl okos. És ő ilyenkor mindig azt mondja, hogy hát akkor legyen nagyon hülye. És most kipróbálta ezt is, és hát kiderült, hogy ez se az igazi. Hanem, hogy valahol a kettő között. Orbán Viktor így vezeti magát, ezen a hegeli módon vezeti magát a középútra. Egy kipróbálja a szélső értékeket, ezek általában nem működnek, és akkor talál egy utat középen, nyilván a nemzet szívcsakrájához vezetve. Minden esetre most föl van adva nekünk a lecke, mert itt van Orbán Viktor, akinek a kétharmada áll, mint a cövek, aki egy világpolitikai jelentőségű aktor, és ez most nem ironizálva mondom, hanem tényleg világpolitikai tényező ma már Orbán Viktor, de legalábbis európai szintű politikus, tehát nem ez a homokozó, ami itt Magyarországon zajlik, ez Orbán Viktornak a játszótere. És akkor ebben a szituációban, ahol Orbán Viktor ultrapotens, gigapotens, ebben a helyzetben kéne nekünk ő helyette a Mici Mackót utálni. Mészáros Lőrincre utalok. A Mici Mackót, tudod, amelyik a mézesbödönig lát el. Tehát ha lerakod egy jachtra a mézesbödöntő, akkor is csak a mézesbödönt látja. Tehát egy együgyű mackó, kedves öreg medvénk. De szeretjük, mert az együgyűsége az olyan, hogy mondjam, olyan, hát jól hozzá lehet bújni, meg az egy olyan jó gondolat, hogy a nemzet ilyen jó kezek között van, a nemzet mézesbödöne. De ugye, őt kelljen most utálni, tehát hogy ő lesz a démon, tudod, a démoni Mici Mackó, és a jóságos álló cövekű világpolitikai aktor, hát ez egy kicsit föl van adva a lecke, nem? Bassza meg. Nincs az a Pesti László, hogy elhiggyem. Most jött ki nemrég a Mici Mackó horror változata, úgyhogy ilyen szempontból lehet, hogy egy kicsit előre lőttek ennek a történetek. Én egyébként azért vagyok kíváncsi, a Pesti most, mert ő is megmondta szokásos módon, hogy ha ő egyszer kinyitja a száját, és a végén majd a atomot fog robbantani, vagy talán az atom szó most nem hangzott el, mert az nagyon rossz konnotációkat adna, de hogy én emlékszem, amikor a Simicska Lajosnak volt atombombája. Hát besült. Jó, figyelj. Emlékszem, amikor a Gyurcsány Ferencnek volt atombombája. Nem atombombája volt, a Gyurcsány azt ígérte. A Gyurcsány atombombát ígérte. Nem atombombát ígérte, hanem azt ígérte, hogy svájci banszámlákat fog nyilvánosságra azt hozni. Mondta, hogy atombombát fog az Orbánra robbantani. Ott mondta, láttam a tévénbe. De legalább egy papírzacskót kipukkaszthatott volna, ha már atombombát ígér, de az is elmaradt. Ó, de tényleg, svájci banszámlákat ígérte, de csak a sajátját találta, és azt mégsem akarta nyilvánosságra hozni. Az egy érdekes dolog, és nem pusztán terminológiai dolog, azzal vitatkoznék. Simicska tényleg oligarcha volt, mert politikát befolyásoló tényező volt. Ezek az urak, akik közül valakiket most le akar mészárolni, és gondolom egyébként talán Mészáros Lőrincet is, ezek strómanok.
az nem ugyanaz. Az kurvára nem ugyanaz. Egyszerűen beáldozható akárkik. Mondjuk a Lajossal politikai párbeszédet kellett lefolytatni, az tényleg egy mészállás volt. Azzal együtt nagyon szeretném, nagyon jó az analógia, az atombombás analógia. Ugye mindenki most is úgy idézi, hogy Sibicska ledobja az atombombát. Egyrészt az atombombát ledobta az orosz kapcsolatok teljesen nyilvánvaló pertraktálásával, de azon kívül akkor is azt a kérdést tettem föl. Mi az, amit nem tudunk Orbán Viktorról? Milyen atombombát akartok? Azzal nem fognak azért előállni, hogy kiskorú gyerekeket ront meg az Árpád híd alatt. Szóval ki? Tehát nincs atombomba, emberek, az az atombomba, ami itt van. És lehet, hogy önkényesnek hangzik a dolog, de azért ez a világpolitikai dologra mindig reagálok, mert figyeljetek ide azért, ha nem lenne ez egy NATO tagország, és nem az Unió vétójoggal rendelkező bíró miniszterelnöke lenne, hát az ország ugye teljes jogú tagja, most tényleg gondoljuk el, a Lukasenka sem nagyon izgatja a világot, csak azért, mert a Putyin segéből lók ki. De ha mi mondjuk nem lennénk uniós tagország, és nem lennénk NATO-s tagország, az Orbánnak ezek a tébolyai senkit nem érdekelnének. Ezt azért nem árt szerintem. Na de hát ettől nagy művelet. Jó, én értem. De hát ettől nagy művelet, hogy ezt ő a NATO-n és az Európai Unión belül megvalósította, hogy Oroszország éke lett. Hát most két dolgot is jelent ez, hogy ék, és szerintem mindkét kifejezés, vagy mindkét értelmezés helyes. Akár Oroszország ékességeként, akár az Oroszország által az Unióba és a NATO-ba bevert ékként is értelmezhető Orbán Viktor. És eként, e szerepében, mert ez egyedülálló, ez egyetlen fasiszta ország az Unió. Ilyen, nincs orosz párti uniós, és nincs orosz párti NATO tag. Még Törökország sem tekinthető olyan mértékben, mint NATO tag, tekinthető olyan mértékben orosz pártinak, mint Magyarország. Tehát ez hosszú határokkal nem is lehet. Na jó, de azért itt meg, csak már nagyon el fogunk kanyarodni, de akkor itt meg lehet szorongatni az Európai Néppárt kezét, nem? Melegen, hogy köszönjük szépen, hogy ez így összejött. Mert azért mindig ott voltak mellette, mindig kellett a szavazat, ezt a ocsmány politikai játszmát, amit hát Magyarországon nem látunk be itt kétharmadon, de hogy itt emlékszünk, hogy még volt ilyen koalíció, hogy azért ezt a Néppárt folyamatosan űzte ezt a játékot, hogy hát most még nem, meg kiállunk, meg nem szavazzuk, meg a vizsgálat, meg. Tehát és hát minek kellett történnie, hogy bármi is történjen Magyarországgal az Unióban. Ne felejtsük el, hogy a KDNP még mindig a Néppárt tagja. Hát oda is kell egyék. Ami azt mutatja, hogy a KDNP világpolitikai tényező. Drágáim. Figyelj ide, azzal drágáim. Az egy szavazattal egyébként a KDNP meg tud akadályozni minden néppárti tagfelvételt. Igen. Tehát, hogyha a KDNP nem járul hozzá, mondjuk például, hogy akármelyik középpárti, valóságosan demokratikus polgári párt Magyarországon bejelentkezik a néppártba, ha volna ilyen, akkor a KDNP véletőleg nem szavazza meg, és akkor nem jut be. Ha a Fidesz vissza akarja vetetni magát, és a KDNP azt mondja, hogy... Annyira vicces, jaj, de ez nagyon vicces, hogy így zajlik az európai politika, azért mégiscsak sok százmillió ember, és így elképzelem a KDNP-t, nem? Meg a tagságot, meg a szavazóit, nem? Tényleg egyszer csak a semmilyen felébred, és azt, miért ezt én is meg tudom csinálni? Ő nem ébred fel, ő 23-59-kor csinálja ezeket. És a Tucker Carlson megkérdezi tőle, hogy mi lenne, hogyha pápa lenne? Na jó, elszabadultak az indulatok, úgyhogy én... Szép lassan, mert hogy az időnk szép lassan, nem hogy szép lassan, hanem már igencsak lejárt. Úgyhogy én megköszönöm a szíves figyelmüket, és akkor a jövő héten a normál keretek között találkozunk. Viszontlátásra!